Az Orbán kormány elvesztette a legnagyobb európai elvbarátját, a lengyel kormányt. Milyen következményekkel jár ez? A magyar kormány közben kikacsint az európai blokkból, sőt lehet talán azt mondani, hogy más úton jár. Most például Orbán Viktor Kínában többek között Vlagyimir Putyinnal tárgyal. Hová tartozunk? Ellentétes vélemények az asztal két felén. Ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Külpolitikával, Lengyelországgal, Kínával foglalkozunk. Jó estét kívánok! Bemutatom önöknek a vendégeket, mind a négyet. Dévényi István, a Magyar Hang újságírója. Lengyelország nem Magyarország, a lengyel ellenzék nem a magyar ellenzék. Kovács András, az Origo újságírója. A lengyel kormánypárt bukásában döntő szerepe volt annak, hogy másfél évig feltétel nélkül kiszolgálták az ukrán érdekeket, majd pedig a kampányban tett 180 fokos fordulat teljesen hiteltelenné tette őket. Kele János, a Momentum elnökségi tagja. Úton a varsói gyors. A hangos bemondó arról tájékoztat, hogy Orbán Viktornak lassan nem marad más barátja, csak Szőlősi György. Belcsik Gábor, a Demokrata újságírója. Csalódás, de azért csigavér. A magyar baloldal jövője nem Brüsszelben, a jobboldalé nem Varsóban dől el. De azért mind a kettőnek van hatása a magyar belpolitikára, ugye? Ennek a lengyel választásnak is. Hogyne, persze. Nagyon messze menő hatásai vannak. Persze látni kell, hogy egy nehéz koalíciót fog itt fölállni. Tehát most győzött Lengyelországban az ellenzék, egy olyan koalíció áll föl, amely koalíciókból koalíció pártokat tömörít, önmagában mind a három csoportosulás több pártot von magához, hogy ebből hogyan lesz kormányprogram és tartós kormányzás nem tudjuk még, de tagadhatatlan változás történt, és ez nem jó hír, szerintem egész Magyarországnak nem jó hír, mert Lengyelországnak a hangsúlyai át fognak alakulni, a geopolitikai hangsúlyai át fognak alakulni, számukra leértékelődik a V4, leértékelődik a Közép-Európa sajátos érdekrendszere, és sokkal inkább nyugatos, brüsszeli, mondjuk ezt a jelszót, vagy jelzőt, brüsszeli lesz a politikájuk. Én azt gondolom, hogy pedig volnának közös érdekek, ezeket nehezebb lesz érvényre jutni most. Most itt annyi érdekes dolog hangzott el, hogy biztos, hogy a másik oldalról lesznek ellenvélemények. Egyrészt Magyarországra vagy a magyar kormányra nézve lesz negatív hatása, másrészt a V4 eddig működötte? Hát nehéz lenne azt mondani, hogy az utóbbi néhány év volt, és főleg itt az ukrán háború kitörése óta nehéz lenne azt mondani, hogy a V4 az egy nagyon jól funkcionáló szövetségi rendszer. Azt látjuk, hogy éppen amióta ennek a kérdésnek a megítélésében törés következett be a mostani választásokon végül alulmaradó PISZ és az Orbán kormánynak az álláspontja között, azóta ez kevésbé funkcionál jó. Ugye Csehország még korábban egy ottani hasonló választás eredmény után csekkolt ki ebből az együttműködésből, nyilván Szlovákiában meg egy más típusú fordulat jött, de azt látszik, hogy a két legfontosabb gazdasági erejét tekintve, Lengyelország esetében katonai erejét tekintve legfontosabb V4-es tagállam az most egy másik úton jár, mint amin a magyar kormány jár. Engem az érdekel nagyon most az, hogy a magyar kormány érdekei szerint nem alakult jól a lengyelországi választás, az a legyen a magyar kormány problémája Magyarország szempontjából. Engem az érdekel most igazán, hogy mi a B-terv, van-e B-terv a kormánynál, tehát tudnak-e együttműködni egy más színezetű, más alapállású lengyel kormánnyal, mert azért amilyen jelzők itt a várhatóan lendő kormányfő Donald Tusk kapcsán elhangzottak az elmúlt években a magyar kormánypárti nyilvánosság szempontjából, ugye az nem tűnik egy könnyű feladatnak, pedig szükség az biztosan lenne rá. Itt szerintem gyorsan emlékeztessük a nézőket arra, hogy ugye már 13 éve van hatalmon a mostani kabinet,
plusz még hozzáadhatunk még 4 évet, ugye 98 és 2002 között, hát itt már rengeteg fajta kormány volt Közép-Európában, sokszor jósolták egyes választások után, sőt még én magam is, én nekem nagyon nagy aggodalmam volt 2012-ben, amikor abszolút többséget szerzett Robert Fico, hogy itt Magyarország és Szlovákia között valami nagyon-nagyon súlyos konfliktusok lesznek, nem lettek. Donald Tuskkal már működött együtt a jelenlegi kabinet, bár akkor más volt egy picit a politikai felállás, mások voltak a fókuszban a kérdések, akkor még nem volt a migráció és a ukrán háború, meg még azért a brüsszeli birodalomépítő törekvések se voltak ilyen erősek, mint most. Ez valóban más rend, de én azért azt látom, hogy nem biztos, hogy itt teljesül sokak vágya, hogy a varsói gyors úgymond megérkezik Budapestre, mert azért az elmúlt évtizedekben a lengyel és a magyar politika sokszor más úton is járt amúgy. Na, én még egy kicsit itt a műsor elejénél tartok a bemutatkozásoknál, vagy ezeket a bemutatkozó mondatoknál, hogyha a Bencsik Gáboréból levennénk a csalódást, akkor kb. Ugyanazt mondta, mint én, ami meg pont szembe megy azzal, amit te írtál. Tehát lehet, hogy apa körbe üljük az asztalt, és nem ilyen oldalakra ülünk. Hogy együtt fognak-e működni, vagy nem. Ez biztos, hogy két új tengely fog kialakulni. Nem biztos, valószínűleg két új tengely lesz. Ugye az egyik ez a Orbán Ficu, a másik meg a lengyel cseh, és talán a balti államok, az még ott bizonytalan. Ugye ez az orosz ellenes politika majd összekapcsolja jobban őket. Hogy a V4-ek működötte, vagy sem, én nem tudom, mikor hallottam utoljára a V4-ekkel kapcsolatos hírt. Tehát amilyen dinamikusan elindult ez a történet. És az jó volt, tehát hogy most ha kiveszünk belőle a belpolitikai részünket, hogy mindenki, minden ország, akkor az fontos együttműködés volt. És ilyen szempontból kár érte az, hogy most itt a közép-európai régiónak nem lesz egy hasonló együttműködő szövetsége, szervezete, szerintem az mindenkinek rossz. Tehát azért azt látjuk, hogy és ez most a gazdasági válságban még inkább megmutatkozik, hogy azért a centrum Európa ilyenkor kevésbé figyel oda ugye a új tanulókra. Ez a V4 azért így Lengyelországgal együtt az erős volt, ez mégiscsak. Ez már így Magyarország kicsi egyszerűen, tehát ezt lássuk be. Hiányozni fog szerintem. És nem lesz helyette más. Ebben egészen biztos vagyok. Az, hogy Orbán Viktor egyébként valamilyen szempontból ügyesen milyen hamar beállt Fico mögé, az nekem azt mutatja, hogy ő készült erre a lengyel választásra. Tehát sejtette, vagy érezte, vagy tudta, mit tudom én. Ki tudja, mit mér a század végig mindent, valószínűleg még a lengyeleket is méri. Szóval, hogy sejtette valószínűleg, hogy így fog alakulni, vagy ilyen lesz az eredmény, és akkor Európában nem akart egyedül maradni. Hát azért így a lengyelekkel jó tandemet alkottak folyamatosan. Most ott lesz neki Fico, azért, aminek azért van ez a régi, tudom, ez egy másik Fico, tudom, ez egy másik Putyin, de azért, ha visszaemlékszünk Fico magyarokkal kapcsolatos tevékenységére, hát azért az nem volt egy szép. Most történet. Itt hallgassuk meg Orbán Viktort, jó? A lengyel választás előtt, itt egyébként itt rejtegetjük, mindjárt a nézőknek meg is mutatjuk, a lengyel választás előtt beszélt ezekről a témákról. A lengyel népnek nagyon komoly dilemmákkal kell megküzdenie. Október közepén van a választás, és abban reménykednek Brüsszelben, hogy ha baloldali kormány jön, akkor Magyarország majd egyedül marad, könnyebben elbánnak velünk. De ha marad a konzervatív kormány Lengyelországban, akkor nincs mit tenni, a két ország egymást mindig meg fogja védeni, és akkor viszont Brüsszelnek kell engedni. Szerintem ez az esemény, aminek a bekövetkezte így vagy úgy felgyorsítja majd a magyarországi pénzek sorsát is. Azért a mester itt se tudta megállni, hogy ne csúsztasson, nem? Tehát azért az igazságot már megint nem sikerült Orbán Viktornak összeraknia. Mire gondolsz? Hát basz, hogy a baloldali kormány. Ez minden csak nem baloldali kormány. Hát hol van ebbe az új baloldalnak? Az új baloldalnak 8,6%-a lett most ezen a választáson. Ugye a polgári koalíciót azt nem nevezik baloldalnak, vagy legalábbis magukat nem, 30,7%, és a harmadik út pedig ugye a parasztpártot is magában foglalja, amelyik egy kifejezetten alapvetően jobboldali értékeket képviselő társaság, és az 14,4%-ot kapott. Tuskék, ők egy liberális, konzervatív, európai néppárt korábbi elnöke. És megpróbáltak mindenkit megszólítani, a feminista zöldektől kezdve,
egészen még az agráriummalban érintettekkel is. A parasztpárt megint csak nehéz ugye a harmadik utat ennek nevezni. Hát a baloldal az baloldal, hát az olyan amilyen. Ugye ez a poszt... Jó, most ezt szerintem hagyjuk, mert... Szerintem azért fontos, mert, azért fontos, mert a kormányzati nyilvánosságban is már is megjelenik ez a liberális baloldali lengyel hát, ellenzik. Szó nincs. Kormányzati nyilvánosságban mindig mindenki baloldal, aki nem Orbán Viktor. De most akkor... Milyen irányba érdemes nekünk elmenni? Tehát érdemes-e úgy kezelni ezt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mik a kategóriák, vagy törődjünk bele, hogy a másik oldalon más kategóriákat mondanak, és akkor azok alapján vitatkozunk. Tehát akkor mindenki baloldali, aki nem patriótának aki nem nevezett, mondjuk Orbán Viktorral egyet. Mindenki baloldal, aki nem az. Azért én nem így osztanám el, hogy jó vagy baloldal. Egyértelműen a PIO és a szövetségesei nem egy szuverenista, nem egy nemzetek Európájába gondolkozó alakulat, szövetség, hanem jóval inkább ebbe a brüsszeli birodalmi egységesítő logikába csúsznak bele. Valóban a PIO nem ezt mondta még 10 évvel ezelőtt. De ez hol jelent meg Orbán a lengyel kampány? Tehát, hogy a brüsszeli birodalmi, ezt mondta rá az ellenfel a PISZ, de ez nem jelenti azt, hogy ez... Nem. Maga Tusk mondta azt, hogy a törvényeket, a korábbi kormányzat lépéseit, amely Brüsszellel éles kritikákat fogalmaz meg, nem lesz, visszavonják azokat a törvényeket, amelyik a Lengyel Alkotmánybíróságot pont a brüsszeli döntésekkel szemben megerősítette, ezeket visszavonják, tehát hogy ez tény. Én szerintem mindezért sírjon a lengyelek anyukája. Ő dolguk majd küszködnek vele, hogy küszködnek. A brüsszeli pénzek viszont izgalmasak, és egyáltalán ennek az eredménynek a kihatása Magyarországra, Magyarország-Lengyelország viszonyára, Magyarország és Brüsszel. Megint idézőjelben, tehát az egész unió jelenlegi vezetéséhez nek a viszonyára. Tényleg nagyon érdekes, hogy most vajon Brüsszelben hogy indul el a gondolatmenet? Lám, befolyást gyakoroltunk és elértük a velünk szemben álló kormány megbukását, tehát akkor van itt egy eszköz, amit a magyarokkal szemben is be lehet dobni, vagy azt gondolják, hogy ez ettől teljesen függetlenül zajlott le, és a magyar pénzek, mert azért az nagyon kell Magyarországnak, hogy azok a pénzek ide érkeznek, a magyar pénzeket válasszuk le ettől. Én megmondom őszintén, nem tudom, de az érzésem, hogyha azt gondolják, hogy itt most egy jó politikai eszköz került a kezükbe a brüsszeli vezetőknek, akkor szerintem tévednek, ez az eszköz szerintem. De ez egy kicsit ilyen lealacsonyító, és ugyanazt mondja Orbán Viktor is, hogy úgy beszéltek a lengyel választásokról és a lengyel választókról, mint hogyha nem is lettek volna ott ebbe a történetben, nem? Brüsszel, ezt így Brüsszel, ezt csinálta, Brüsszel, azt csinálta. Én elkövettem azt a hibát, hogy felhívtam egy volt kollégámat, aki Lengyelországban él, dolgozik, és ráadásul a választások eredményeit elemzi most éppen ezekben a pillanatokban is, valószínűleg, mert hogy ez a munkája, és azt mondja, hogy azt mondják most kint, úgy fogalmaznak, úgy beszélnek erről a választásról, hogy a lengyel nők lökték át az ellenzéket, vagy lökték be a kormányba az ellenzéket, mert hogy annyira erős volt az abortusz ellenes felindulás. Ugye 5 nő halt meg az elmúlt időszakban. A lengyel orvosok még akkor sem mernek beavatkozni, hogyha orvosilag indokolt lenne, mert annyira szigorú a szabályozás. Ennek az 5 nőnek a tragédiája, rengeteg olyan nőt vitt el szavazni, akik korábban nem szavaztak. Arányaiban sokkal többen szavaztak, mint korábban. Na most... Ez egy nagyon fontos tétel ebben a lengyel választásban. És lehet itt morfondírozni a gonosz és mindenható Brüsszelről, csak közben meg úgy néz ki, hogy a valóság a lengyel belpolitikában keresendő. Ehhez azért hadd mondjak valamit, amikor egyébként nagyon fontos, hogy Magyarországra ez hogy hat az egész, de amikor én megláttam, fölfogtam az eldőlt eredményt, arra gondoltam rögtön, hogy úgy látszik, Lengyelországban tehetségesebb az ellenzék, és tehetségtelenebb a kormánypárt. Én is azt gondolom, hogy az abortusz ügyben a PISZ túlment a civilizált határon, és rá is fizetett. A magyar kormánypárt ennél okosabb, és tehetségesebb, a magyar ellenzék ennél gyengébb. Ezért tegyük hozzá, én a lengyelt meg úgy olvastam, hogy az idézetből is kitűnt, hogy én azt látom a legnagyobb különbségnek, hogyha már párhuzamokat keresünk, azért Lengyelországban a Tusz-féle vezetés mégsem egy államcsődöt és egy teljes szociális összeomlás katasztrófát hagyott az utódjára 2015-ben. Ez egy nagy különbség.
a magyar és a lengyel ellenzék között? Hát, mondjuk 2010 és 2015 között is van ebből a szempontból különbség, mert ugye akkor az egyik közvetlenül egy világválság után volt, a másik meg egy konjunktúra közepén, de mint hogyha Kele Jánost is megszólították volna. Sok-sok párhuzamot meg különbséget lehet hozni, most lehet ezt a tehetségesség eufemizmussal leírni, lehet úgy is leírni, hogy azért a PISZ-nek jóval kevesebb eszköze volt, koalíciós kormányzásban voltak végig ez alatt a két ciklus alatt, tehát nem tudták teljesen a saját ízük, kényük, kedvük szerint átszabni egy teljes országnak az alkotmányát, meg a választási rendszerét, ha ezt most tehetségesnek hívjuk, az számomra egy elég nehezen elfogadható eufemizmus, vagy gátlástalanságnak én hamarabb nevezném ezt. De tényleg van egy olyan tanulság, és szerintem okosabban tennék a PISZ-ben, már ha adhatunk innen nekik bármilyen tanácsot, hanem ezzel a brüsszeli birodalomépítő és hasonló fantazmogóriákkal áltatnák magukat a végülis nem megnyert választás követően az okok között, hanem ezt a tényleg túltolt ideologizálást neveznék meg az első okának annak, hogy nem sikerült áttörniük, mert tényleg olyan ideológikus döntéseket hoztak, amelyek választók tömegeinek az életére voltak negatív hatással. Ezt persze úgy is lefordíthatom, hogy ott abban az országban ez az ultrakonzervatív párt valóban egy ultrakonzervatív párt, és ultrakonzervatív elvek mentén próbálta kormányozni Lengyelországot, még akkor is, ha erre politikai értelemben ráfizetett. Na most Magyarországon meg ez a szólamokban ultrakonzervativitás esetleg megjelenik, de azt azért elég sokszor kiderült, hogy itt az elvek kormányzásról Magyarországon nehezen lehet beszélni. Aztán, hogy ezt valaki tehetségességként fordítja le, vagy úgy fordítja le, hogy hát valójában ez egy elvtelen kormányzás, az egy másik kérdés. De én elvonatkoztatva a magyar dolgoktól, tényleg politikai elemzői szempontból nézve, tényleg a PISZ, amit az elmúlt 2-3 hónapban vagy fél évben csinált, szerintem az egy súlyos politikai hibák tömkelege. Kezdve az, hogy a gazdasági visszaesést nem kezelték, az inflációt nem kezelték, valamint beleestek abba, hogy vittek egy ukrán témát, amiben a kampányban pedig annak a 180 fokos ellenkezőjét mondták. Tehát, hogy például a Fidesz ezt csinálná, véletlenül ő is elvesztené a választásokat. Nem. Sokkal alacsonyabb az infláció. Magyarországon megint rátok, hogy ezt mindig is. De az inflációnak nem a mértéke számít. Nem a mértéke, hanem a viszonyítási alap Lengyelországban. Most itt azért három dolgot felsorolt András, most kettőnél még én is felhúztam a szemöldökömet, mert azért a lengyel gazdaság és a lengyel infláció az nem áll sokkal rosszabbul, mint a magyar. Nem az abszolút értékben kell, nem a viszonyítás, hanem hogy Lengyelországban is volt 1-2%-os infláció, és lett 12. Igen, tényleg ez volt. Tehát, hogy itt még két okot szerintem érdemes megemlíteni. Az egyik valóban ez, hogy nem annyira foglalkoztatta épp a népet ez a most megint milyen eszmével kell meg eszme ellen küzdeni, hanem az foglalkoztatta őket, hogy gazdasági válságban, meg hogy mennyi az infláció. És nagyon-nagyon túltolták. Azt mondja a kollega, hogy az utolsó 2-3 hétben a lengyel kampány az gyakorlatilag arról szólt, hogy a PISZ nyomta azt, hogy jönnek a migránsok, és meg fogják erőszakolni, fel fogják gyújtani. Megpróbálták valamelyest lemásolni egyébként ilyen szempontból a Orbán Viktornak, vagy az Orbáni-Rogáni kampányt, csak túltolták, mert utána megmérték, és kiderült, hogy 7%-át érdekelt a választóknak ez, vagy mozgatta meg ez. A többiek ilyen hétköznapi dolgokkal foglalkoztak. Hogy fogunk megélni? Milyen a jövő gazdaság? Az abortusz. És még egy, amit szerintem érdemes, és ott van párhuzam a magyar valósággal megemlíteni, hogy az egyháznak a szerepe csökken. Még most is nagyon erős, most korábban ilyen 80-82%-nyi lengyel mondta magáról, hogy ő hívős gyakorló katolikus, most ez ilyen 70% körül van már csak, ami Magyarországhoz képest nagyon magas, de mondjuk most láttuk a saját népszámlálási eredményeinket, hogy itt is mennyivel csökkent a híveknek, vagy a hívőknek a száma. Tehát nagyon erős még mindig az egyház, de már nincs olyan hatása, mint korábban. És ez is megmutatkozik abban, hogy egyszerűen átalakul a lengyel társadalom. Most itt egy újabb megfejtést fogunk meghallgatni, méghozzá Hadházy Ákosét, mert neki is megvan a véleménye, hogy miért tudták Kaczyńskijéket leváltani az ellenzék képviselői Lengyelországban. A Kaczyński korszak vége azért jöhetett el, mert még nem épült ki a Kaczyński rendszer. A lengyelek időben megértették, hogy most még vissza tudnak fordulni a választásokon. A mi szempontunkból nézve is fontos a lengyel választás eredménye. Orbán Viktor elvesztette legfontosabb európai szövetségesét, amit csak részben tud pótolni a sokkal kisebb jelentőségű Fico kormánnyal. Neki egy kicsit nehezebb lesz ezentúl, nekünk pedig egy kicsit könnyebb, feltéve, hogy megtanuljuk a leckét. Van ebben valami?
Hát én először itt egy kis kibeszél, azért Hatházi Ákos a lengyel választás elemzése lehet jobban tenni, szerintem, hogy a zuglói választókerületével foglalkozna jóval többet, ott is van rengeteg probléma. De világpolitikai jelentősége kisebb szerintem. Kisebb, de mégiscsak ott választották meg, és az emberek bizalmát elnyerte. De ne vegyük el a jogát egy országgyűlési képviselőnek, hogy vélemény nyilvánítson. Politikai kérdésekben. Hát, hogy azért igazat adtunk Hatházinak, hogy a leckét meg kell tanulni. Én is ezt gondolom, ezt hajtogatom hosszú ideje, hogy a magyar ellenzéknek meg kéne tanulni a leckét, hogy hogyan épül föl egy sikeres ellenzék, és hogyan nem épül föl egy sikeres ellenzék. Én szerintem a magyar ellenzék kudarcosságának egyik fő oka, hogy rendre rossz magyarázatot adnak a kudarcaikért. Úgy látszik, Lengyelországban megtalálták erre a válaszokat. Egyébként a migráció. Szóval a migráció tényleg nagyon súlyos probléma. Most a Németországban most jött ki egy adat, 44% az embereknek legnagyobb problémának a migrációt tartja, de valószínű a PISZ-nek ezt túltolták, nem tudták megfelelően tálalni az embereknek, és meg hát a választási kampány közben kiderült, hogy ugye ázsiai meg afrikai embereknek vízumokat adtak el pénzért 100 000-es nagyságrendben, már a lengyel konzulátusokon, és ez sem jött, gondolom, olyan nagyon jó. És az a fő különbség, hiszen ez fontos megérteni, és nem akarok fölmenteni az ellenzékből senkit, nyilvánvalóan az ilyen, intellektuális szempontból is fontos ezeket a politikai eseményeket elemezni, és én teljes mértékben tudok menni azzal a megfejtésre, hogy itt a magyar ellenzék sok nagyon súlyos politikai hibát elkövetett az elmúlt időszakban, elmúlt 13 évben. De azért ne sikoljunk át olyan könnyedén a fölött, a tény fölött, hogy egy olyan alapvető politikai klímában, nyilvánosság szerkezetben és környezetben zajlott a lengyel választás, ahol annak volt jelentősége, tudott jelentősége lenni, hogy az ottani kormányzó párt az embereket közvetlenül nem érintő, és azért őket nem érdeklő történések köré szervezte a kampányt. Tehát Németországban nyilván 44% úgy gondolja, hogy a migráció egy nagyon fontos politikai társadalmi probléma, mert ott van tömeges migráció. Tehát az emberek találkoznak az utcán más bőrszínű, más vallású emberekkel, nagy mennyiségben, nagy számban, nagyon sokan szeretnének Németországba költözni. Magyarországon nincs ilyen probléma. Lengyelországban kevésbé van ilyen probléma. Még, hát mondjuk én nem látom az országot annyira sikeres irányba haladni, hogy ide tömegével szeretnének költözni emberek, de ez egy másik probléma. Behozzák őket. És hogyha a vendégmunkásokkal. Hogyha egy egészséges politikai, vagy egészségesebb politikai környezet van, média környezet van, amiben rendeznek miniszterelnök jelölti vitát. Lengyelországban volt miniszterelnök jelölti vita. Ütközhettek a vélemények választók széles tömegei előtt. Nem úgy nézett ki a kampány, hogy a PISZ elmondta, hogy mit gondol a világról, meg a PISZ elmondta, hogy kik az ellenfelei, és ez jutott el választók széles tömegeihez, mint ahogy Magyarországon zajlik egy választási kampány, hogy Orbán Viktor elmondja, hogy ő ki, és elmondja, hogy kik a többiek, akik ellen küzd, és a többiek, akik ellen küzd, azok meg 5 percre kapnak mikrofont az ő adóikból fenntartott köztelevízióban, meg olvashatják Kovács Andrásék lejárató cikkeit az Origón magukról, és aztán 4 évvel később megnyerik a pert, meg a kúria majd kimondja. Most ezt az utat szerintem zárjuk be, mert ez egy fontos. Ez nagyon fontos a lengyel nyilvánosság és a magyar nyilvánosság között. És egyébként annyira borzasztó a magyar ellenzék, akkor miért van szükség ezekre a trükköknek a százaira? Ekkora a különbség a nyilvánosságok között? Ekkora. Hát ott nincs egy ilyen tömbös, hát dehogy nem. Abszolút. Arányaiban sokkal több a kormánytól, és a kormányzati nyilvánosságtól független szerkesztőség működik. Az egy sokkal szabadabb, sokkal... Rengetegszer Magyarországon sokkal jobban érvényesül a sajtószabadság, megnéztük az internetes oldalak elérését, a televíziós elérését. Blogokat is beszámoltok meg, hány hozzászólás volt. Teljes mértékben. Ezek azok, amikor összeadják például, hogy mennyi szó van az ellenzékről és a kormánypártról a közmédiában, és ugye az, hogy a ellenzéket szidják, az is megjelenik ilyen, vagy hazudnak róla, az is megjelenik rovátkaként, hiszen szerepelt az ellenzék a közmédia híradójában, és akkor kiegyensúlyozott a média nyilvánosság. Nem lehet vitatni, hogy a közmédia a magyar televízió elfogult. Ezt nem. A lengyel is. A lengyel az egyébként körülbelül olyan, mint a magyar. Igen. De én azt gondolom, hogy nem ilyen. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valamelyikötök mondta, hogy az embereket érdeklő kérdések. Erről van szó. Említetted a vallást. Gondolom, én nem ismerem Lengyelországot olyan mélységig. Magyarországon van az ellenzéknek egy nagy téveszméje, hogy ez a nem igazi keresztény, álkereszténykedés, pedofilpapoltás, stb. Az ellenzékben nagyon sok embernek van egy olyan hite, hogy lehet most már támadni az egyházat és a vallást. És én azt gondolom, hogy a többség
többség erre nem vevő. Magyarországon szerintem az egyik választóvonal ez. Most is választóvonalhoz érkeztünk. Az első felét a műsornak elválasztjuk a másodiktól, és nem sokára jövünk a másodikkal. Folytatjuk a csattot, mégpedig ott, ahol az első részben abba hagytuk, tehát a nyilvánosságok összehasonlításánál. Itt volt egy fél, amelyik azt állította, hogy a lengyel nyilvánosság az még mindig szabadabb, és biztosítja a leválthatóságát a kormánynak. És volt egy másik, amelyik meg ezt száfolni igyekezett. De hogyha a magyar nyilvánosságra még visszatérve, hogyha ez így lenne, akkor Karácsony Gergely miért tudott nyerni Budapesten, miért tudott nyerni Miskolcon, Szegeden, Pécset az ellenzék. Tehát, hogy alapvetően ezek egy szerintem légvár erre építenie az ellenzéki taktikát. A PIS vereségét az is legjobban mutatja, ami azt tényleg nem kell már semmilyen kommentár, hogy 2019-hez képest ugye majdnem 10% ponttal többen mentek el szavazni, miközben a PIS több százezer szavazót vesztett. Tehát még a saját táborát se tudta elvinni szavazni. Ez a kormánypárt hibája. Én biztos, hogy nem építek ellenzéki stratégiát arra, hogy Magyarországon olyan a nyilvánosság, amilyen szerintem az ellenzék se épít erre, mert erre mit lehet építeni. Egyszerűen színesebb, más, szabadabb, kiegyenlítettebb a lengyel. Tehát ezen most így lehet mondani. Te azt mondod, nem, mert a magyar a legjobb, de szerintem meg nem. A Köztelevízió 3 csatornája egyszerre közvetítette élőben a miniszterjelöltek vitáját. Magyarországon ilyen nincs. Nem tudják megmagyarázni a másik oldalon sem soha, hogy miért nem. Kizárólag azért, mert Orbán Viktornak ez nem érdeke. Nagyon egyszerű, szerintem. Nem, nincs az ellenzékben az az erő, felhajtó erő, ami kikényszerítetné az, hogy egy ilyen vitalizáljon. Mert a honkormány alatt a Fidesz nagyon sokat dolgozott azért szisztematikusan, olyan 96-tól 98-ig, hogy eljusson oda, hogy a Horn Gyulával legyen egy Horn Orbán vita. Akkor is egyszerűen rákényszerítette a politikai közhangulat, a helyzet, a akkori MSZP-t. De András, miért kezd kikényszeríteni? 2010-ig nem kellett kényszeríteni, hanem volt vita. Igen, de ott miért nem volt vita? Hát, mert ott már az ellenzék vezetője nem akart vitát. És azóta ugye azt hallgatjuk, hogy is mondta Orbán Viktor, hogy nincs itt a viták ideje, vagy valami ilyesmi volt. Na mindegy, ezt hagyjuk. Én elhagynám ezt a témát. Mindenki azt gondol otthon, amit akar. Egyébként mi itt vitatkozunk legalább, tehát eddig eljutottunk. Viszont van egy másik aspektus, amit eddig csak érintettünk, az pedig az Európai Unió béli pozíciója Magyarországnak azzal, hogy elvesztette az egyik legfőbb erejét, ugye itt Orbán Viktor idézetében is szó volt erről, hogy egyedül maradhatunk, hogyha nem ez lesz a felállás Lengyelországban. Ez mennyiben érint minket, és valóban hatással lesz a brüsszeli pénzekre? Hát, ugye a brüsszeli pénzek, vagy az Európai Uniótól érkező fejlesztési források egy része olyan alkú keretében, olyan döntés keretében van záróval, ami ez valóban Európai Tanácsi döntés. Egy nagyobbik része meg nem ilyen döntés keretében van záróval, tehát ezt a lengyel választások nem nagyon fogják befolyásolni. Abból a szempontból szerintem kifejezetten aggasztó a helyzet, hogy ha tényleg a magyar kormányzati stratégia az EU-s források megszerzésre vonatkozóan ezen állt vagy bukott, és azért a kormányfő ritkán szokott hangzatos kijelentéseket tenni, anélkül, hogy amögött ne lenne valamilyen épesző emberi számítás már a saját szempontjából, és hogy ő ezt ennyire nyíltan egy rádióinterjúban közzétette, hogy a két kérdés, tehát a lengyelországi választások eredménye és az Európai Uniós forrásokért folyó tárgyalások között ilyen összefüggés van, akkor szerintem rendkívül szomorú a magyar választópolgárok tízezrei, százezrei számára. Vagy akkor nem mondott itt igazat, vagy téved? Nem, azt mondta, hogy összefüggés van. Na, hogy összefüggés. Nem azt mondta, hogy vagy ha buknak a lengyelek, ugrott a pénz. Azt mondta, hogy összefüggés van, én is így gondolom, miközben minden hivatalos ember arról beszél, hogy ez szakpolitika, paragrafusok és különböző jogi megoldások fölötti vita, valójában mindnyájan tudjuk, hogy politikai döntések vannak. A nagy kérdés az, hogy az unió vezetői, és itt nem is a bürokráciáról van szó, hanem az unió vezető befolyásoló politikusai, hogy látják, eszköze Magyarország befolyásolására ezeknek a pénzeknek a visszatartása. Ha eszköz, milyen hatása van? Én megmondom őszintén, nem látom. Biztos, hogy befolyással van. Mert ha a PISZ nyert volna, akkor valószínű könnyebben jutott volna a politikai megegyezéshez. Most nehezebben fog, de hogy merre fordul, én nem tudom. Én azt hallottam, hogy szokták ezt mondani, hogy a jó homályos, egy kormányzati forrásokra rálátó, ismerős, hogy a magyar kormány ezt a pénzt elengedte.
Tehát, hogy már nincs... Navracsis Tibor pont most nyilatkozott arról, hogy novemberre várja a megegyezést. Mondjuk a... Jó, de hát vannak ilyen örök dolgok, nem? Csak... hogy Navracsis Tibor nyilatkozik arról, hogy már meg lesz a... Ez vannak ilyen állandó dolgok, ez kell az ember életében, mert enélkül zaklatottan élik. Navracsisnak ez a szakmája rendben van, önnek ez a hivatalos vélemény. Nem. Ja, azt hittem. Az, hogy dolgozzon, és arról adjon hírt, hogy dolgozik. De kizártnak tartom, hogy a magyar kormány ezt a pénzt elengedi. Nem tudom, miért kellene, hogy ezt tegye. Oda-vissza eszköz, ne felejtsük el. Magyarország... Az azért igaz, hogy ezt a nyilatkozatot többször halljuk, mint a petróleum lámpát játszották fénykorában az Omegától a rádióban. A következő héten, két hét múlva, az embernek már kétségei vannak. Melyik tavasszal jön? Navracsis Tibornak az a dolga, kitűnően dolgozik, amennyire rálátok, látókörömben tartozva, nem ennyire. Hát annyira dolgozik kitűnően, igen. Kitűnően dolgozik, és rengeteg apró rész problémát. Bencsi Gábor, tekinthetjük kormányzati forrásokra nem, rálátó? Tutira nem. Hát igen. Ugye arról olvastunk, hogy Navracsis Tibor esetleg új minisztériumot is kaphat, tehát nyilván elégedettek akkor vele, nem végezhető olyan rosszul. Ez egy olyan farmúci helyzet, és a fene se gondolta volna, hogy a Navracsis ilyen nagy játékos, amikor ő megkapta ezt a megbízást, hogy hozza haza az EU-s pénzeket, akkor én legalábbis egy kicsit úgy néztem, hogy szegény. Miért vállalta, nem? Hát ez egy lehetetlen küldetés, és ebbe ő csak az arcát veszíteti, ugye ő a emberarcú orbánista. Ehhez képest meg az történik, hogy én úgy tudom, hogy szóba került az is, hogy esetleg lemondana, de azt nem engedheti meg a kormány is. Ilyenkor jön az, mert ugye az beismerése lenne a kudarcnak. Tehát ilyenkor jön a meghosszabbítjuk Bicskéig. Ez az olyan rosszul csinálja, hogy kap egy minisztériumot? Igen, pontosan ez történt. Na jó, ezt azért nem hiszem el. De gondold végig tényleg. Tehát, hogy, hogy nem bukhat meg emberünk. Ez annyira valószínűtlen. A kormánynak a kudarca lenne. De ez mégiscsak Navracsis Tibor a miniszterség alatt elérte, hogy a korábbi nulla, ugye a nulláról indultunk, ugye lett ez az 45% ugye elérhető, 55%-a van felfüggesztve a különféle forrásoknak. Tehát itt állunk most. Ez nulla volt, amikor ő hivatalba lépett. De ez nagyjából, amiről beszélt, ugye fontos itt hozzátenni, hogy azt mondta, hogy csütörtökön kezdődnek ezek a tárgyalások, ugye szerintem nagyjából jövő hét elejére látni is fogjuk, hogy valóban Brüsszel a lengyel választásból tanulva amellett dönt, hogy akkor továbbra is befagyasztja ezeket a forrásokat, vagy pedig a megoldás felé haladunk. Pont. Jó, tehát akkor igazából mindegy, hogy ki tárgyal, mert úgyis Brüsszel eldöntő, hogy tudja befolyásolni a magyar belpolitikát, vagy nem. De pozíciója az egy... Itt Orbán Viktor mondott valamit még, hogy a két ország egymást mindig meg fogja védeni, ugye ez arra vonatkozott, hogyha Kaczyńskiék hatalma maradnak Lengyelországban. Mit jelent az, hogy most már nincs az, aki megvédje Magyarországot feltétel nélkül, mert hogy itt nem csak az EU-s pénzekről van szó, hanem ugye hosszabb távon a hetes cikkei szerint akár itt még szavazat megvonása is sor kerülhet, ha nincs valaki, aki megvédje a tanácson belül Magyarországot, hogy ez eljuthat idáig most ebben a helyzetben? Sok minden. A lengyelek, ha Tusk lesz a miniszterelnök, ami valószínű, ő el fogja fogadni. Most egy ilyen leosztás van, Orbán Viktorral kell dolgoznom. Orbán Viktor el fogja fogadni, hogy Tuskkal kell dolgozni. Ezt elég hamar a politikusok tisztázzák. De védeni fogják egymást? Nem, messze nem fogják annyira védeni egymást, de közben új helyzetek is előadódnak, hogy a szlovák helyzet előadódott, amire nem számítottunk. Még sok minden előadódhat. Jön egy Európai Uniós választás. Nem zárom ki, hogy változások lesznek. Ugye Németországban az AfD 23%-on áll össz-német viszonylatban, magasan veri a kormány, a kancellárt adó szocialistákat. Sok minden változhat. Meglehetősen átalakuló világnak vagyunk a részesei, úgyhogy itt nem könnyű előre megmondani. Ez a német kormány az valóban nem volt azért minden idők legjobb német kormánya. Ezt mindenki elismeri, még a németek is. Hogy az a kérdés itt valószínűleg, hogy ez a Orbán-Ficó tengely, ez lehet-e olyan erős, mint amilyen volt a lengyel-magyar, nem lehet, csak a közös, gyönyörű múltunk, ugye a Ficónak a korábbi politikája,
hanem egyébként is, ahogy az a szlovák koalíció feláll majd, amilyen irányba, azért ott se lesz egyértelmű, hogy épp az, egyből ő is visszavett, mert a választások estén nem volt olyan harcias a ukránokkal szemben, mint korábban, mint az ukrán fegyver szállítmányokkal, meg a támogatással szemben. Tehát, hogy itt még, én ebben nem látom azt a potenciát, hogy kvázi biztos lehetett benne az ember, hogy a lengyelek úgyis mindig kiállnak a magyarok mellett is viszont. Tehát ez mindig ott volt, tehát nem is vártunk más eredményt. Én azért ebbe a Fico történetben ezt nem látom. Szerintem nézzünk tisztán, szerintem arra számítanak sokan, itt Magyarországon is, a jelenlegi kormányon nem szimpatizálnak, hogy létrejön majd egy ilyen spanyol, német, lengyel, nagy hármas, ez reálisnak tűnik, és ezek a kormányok megpróbálják keresztül erőltetni a vétójog eltörlését, ugye a külpolitikai kérdésekben, valamint valószínűleg egy a hetes cikke alapján valamilyen nyomást gyakorolni Magyarországra, de a vétó kapcsán ugye ahhoz egy egyhangú döntés kell az összes tagállamtól, tehát az vélhetően nem fogják tudni itt se átvinni. A szavazat megvonás az már egy érdekes történet, én ennek elkezdtem utána olvasni, ott jelentős homályok vannak azért, hogy mi történik akkor, hogy ez életbe lép, vajon akkor költségvetési ügyekbe szavazhat az adott tagállam, mert hogyha mi befizetünk, és úgy vonják meg a szavazati jogunkat, hogy többet nem szavazhatunk költségvetési ügyekbe, az láthatóan itt egy komoly ellentmondás van, úgyhogy kíváncsi leszek erre az egész vitákra. A kérdés, hogy belemennek ezek a tagországok a saját belső problémáik mellett most egy ilyen újabb vitába. Igen, és hát nagyon érdekes kérdés, hogyha a szavazatot megvonják, akkor onnantól kezdve nem áll fenn a vétózsarolás lehetősége sem, tehát ez egy egészen más helyzetet teremtene. De nézzünk egy kicsit távolabbra, hogyha mindenki egyetért velem, mondjuk Kínába, onnan is nyilatkozott Orbán Viktor. Most lesz a 75. évfordulója a két ország, Kína és Magyarország közti kapcsolatok felvételének. A korábbi miniszterelnökökkel is eredményes együttműködést alakítottak ki, és személyes barátságot is. A politikai barátságnak van egy mélyebb, kulturális alapja is. Nem véletlen, hogy a szovjet blokkban Magyarország ismerte el elsőként Kínát, és az egyetlen olyan közép-európai állam, amely a kezdetektől fogva következetesen kitartotta az egy Kína elv mellett. Gondolkodtam rajta, hogy elmondjam, de nekem egy Woody Allen film jut eszembe, az Élig, nem tudom, hogy ki látta, van egy olyan ember, aki amilyen társaságba kerül, olyanná változik, és ezek a nyilatkozatok külföldről néha olyanok, mint hogyha az Élig lenne egy kicsit Orbán Viktor, és amikor Kínában van, akkor Kína óriási barátunk, ha a kazak társaságban, akkor sosem voltunk kazakabbak. Ez logikus, így kell viselkedni? Szerintem a hasonlat nem áll. Orbán Viktornak van egy nagyon kiforrott és sok alkalommal kifejtett koncepciója arról, hogy messzire vezet, de próbálom röviden, hogy Magyarországnak két lehetősége van, vagy maradunk örök időkre a nyugat perifériája, vagy ki, és ilyen módon alárendelt és kényszerpályákra helyezett ország, vagy leszünk egy autonóm szereplője a nyugat szövetségi rendszerén belül, a nyugat, az Európai Unió tagságán belül leszünk egy olyan autonóm szereplő, amelyik partnerként mutatkozik a másik hatalmi körben, hiszen úgy tűnik, Orbán Viktor ezt sokszor elmondja, hogy az Egyesült Államok hegemóniájának vége, két nap van az égen, mondta ő, Kína a másik nap, és nekünk, ő nem azt az utat szeretné, hogy maradjunk az egyik nap perifériája, hanem legyünk a két nap között egy autonóm szereplő. Nagyjából ez zajlik most. Egyébként tényleg nem jó az Élig hasonlat, mert azért nem lehet mondani, hogy Brüsszelben alkalmazkodnak környezetéhez. Hát az a baj, hogy ezzel a okfejtéssel hajlamos vagyok egyetérteni. Valószínűleg a véleménykülönbség abban van közöttünk, hogy én ezt egy történelmi léptékű otromba és hatalmas tévedésnek tartom. Tényleg a sajnos Magyarország sorsát hosszú távon meghatározhatja ez a borzalmas tévedésnek a továbbvitele. Talán egyetértünk, egyetlen kérdés, amiben egyetértünk a Kovács Andrással itt az asztal túloldalán, hogy háborús helyzet van, hogy az Origó naponta megírja, hogy kitört a harmadik világháború, nem tudom, hogy hányszor tud még kitörni, majd talán adásunk kívül erre választ kapok. Na most háborús helyzetben a kettős ügynökök korán halnak. Ennyit tudok mondani.
lényegében amit sokkal eufemisztikusabban ki lett fejtve, az annyit jelent, hogy azon próbálunk nyerészkedni, vagy próbálnak nyerészkedni a kormányhoz közel álló üzleti körök, vagy magukat üzletinek hívó körök, mert ez ebben a sok üzlet nincs. Ezt hogy kell érteni? Hát úgy kell, hogy abban van politikai, meg főleg gazdasági hazon. Egy másik klasszikust. Igen, hogy itt azzal tudja növelni a súlyát a kormány, meg a kormányfő főképpen, hogy ő egyfajta ilyen, hát nem tudom, előre tolt helyőrségként Kínának, meg Oroszországnak, amikből azért ők sokat profitálnak, hogy a másik táborban van valaki, aki... Nem a kormányfő, Magyarország. De mit nyerünk ebből? Most akkor beszélgetünk... Munkahelyeket, üzletet, exportot, import... Hát ki az ördög dolgozik azokban a gyárakban? Hát nem nevezem ördögnek őket, de vannak olyan, akik ördögnek nevezik őket. Hát filippinók. Például. Figyelj, Gábor, egyébként szerintem, amit elmondasz, az valahol úgy lehet ott a fideszes politikusoknak és Orbán Viktornak a fejében, hogy ezt komolyan is gondolják, azt nem tudom. De hogy most ezt lehet komolyan gondolni, hogy Amerika és Kína között Magyarország, mint egy autonóm szereplő, és mit csinál? De az egér, az elefánt. Mi az, hogy gyűlöl szuverén állam? Elsőre úgy értettem, hogy azt mondod, hogy autonóm szereplő, annak még lett is volna inkább értelme. Nem, én arra lennék kíváncsi, hogy mi legyen akkor. Tehát, hogy fogadjuk el az, hogy ez az egész helyzetben nem kommunikálunk se keletre, se délre, se északra, hanem... Itt nem kommunikációról van szó. Folyamatosan tárgyalnak a különféle szereplők, a kormányzati szereplők. Én nem úgy látom, hogy itt a Kína csak kommunikálna velünk, én úgy látom, hogy jelentős és nem egészen átgondolt beruházások tömkereg állod épp Magyarországra. De valamelyik beruházás megvalósul, valamelyik nem? Ez is a tárgyalások része. És sikerült? Ez valami ilyesmi akart lenni. István, te azt gondolod, hogy nekünk egy 10 milliós országnak nincs módja önálló szereplőként részt venni a világpolitikában? Hát dehogy nem. És az mi? Amit most csinálunk. Ennek az egyik része ez a tárgyalásos rész, másik része pedig az, hogy például Csádba küldünk békefenntartókat. Tehát, hogy több szinten kell játszani. Csádba mehetnek magyar katonák. Most kezdtem el érezni a flót egyébként. De nem. Itt a magyar ilyet valóban ez egy roppant bonyolult külpolitikai játszmák, tömkelegek. Figyelmünk el. Miért a játszmának? Miért játszmának? Növelni az ország szuverenitását, és minél több gazdasági megállapodás. Az a baj ezzel a kurucos szuverenitást növeléssel folyamatosan, hogy ez most már lassan a végtelenbe tágul, miközben meg ki vagyunk szolgáltatva folyamatosan valaminek, mert ilyen egy cölöpre van rakva. Eddig a német autógyártás cölöpére volt rakva a magyar gazdaság, és minden jó, ami abból származhat. Most, amikor úgy tűnik, hogy ennek a klasszikus részének vége van, akkor most fogja Orbán Viktor, meg mit tudom, aki sugott neki, gondolom, parrag. Nem tudja ilyeneket. Szóval, hogy és akkor fogja Orbán Viktor, és átrakja, hogy már egy darab másik cölöpre, mert hogy mi leszünk az akkumulátor nagy hatalom. Az autóba rakják bele. Ez mind az akkumulátor. Nagyon szép. Tudom, Gábor, de a benzinesbe, tehát, hogy olyan... A Mercedes, jó helyen kapizsgálás, és az a baj, hogy itt van. És megint egy cölöpre lesz a történetben. És akkor sem fogom mondani, ez az ellenzéknek szerintem az egyik zsákutcája. Nemzetközi szervezetek mondják, hogy Magyarország a világ 10. úgymond innovatívabb gazdasága, a legtöbb szegmenssel foglalkozik. A 10. helyen állunk a világban. Melyik világszervezet? Magyarország a világ 10. leginnovatívabb országa? Az nem, az innovatív az rossz szó, hanem... Hát a menetrendet is jelenti. Nem az innovatív, hanem a sokoldalúbb. Foglalkozunk ilyen gyártással, van emellett egyre terebélyesebb K+F-rész, ilyen gazdaság nincsen, ilyen gazdaság nincs a térségünkben. Hát mindenki egy úton jár, mi megpróbálunk többen, és először a magyar, hogy már a románok is megelőztek. Néhány számot azért mondjuk már. Dehogy nem. Most csináljuk azt, innentől kezdve még hátra van egy néhány perc a műsorból, hogy egyszerre maximum 2 ember beszél. Jó. Jó? De bedobnék itt valamit, mert állóvíz volt, ugye, hogy ugye az Európai Unió úgy jött létre, hogy ez egy gazdasági érdekközösség. Tehát lehet azt vitatni, hogy itt az elvekben mennyire zsarolják az ebben résztvevőket, vagy nem, de a gazdasági érdekközösség volt át az Európai Uniónak, amelyik ugye EGK volt előtte, gazdasági közösség, az nem nagyon lehet vitatni. Elképzelhető-e, hogy egyetlen kicsi ország ebből a 450 milliós nagy egységből egy 10 milliós kikacsinthat, és azt mondhatja, hogy ő teljesen más csinál gazdaságilag, és mondjuk egy olyan gazdaságnak a vezetőjét, Kínát, amellyel kapcsolatban fenntartásai vannak a többieknek, politikai barátnak, STB-nek nevez, azért, hogy eltérjen a többiektől.
De mindenki, ez a fajta külön utasság, ez létezik-e? Kínával mindenki kereskedik, túl vagyunk dimenzionálva, a németeknek iskolába sem mehetünk. Ez egy rendkívül jó felvetés. Én kigyűjtöttem, a GKI szerint 2014 óta az export növekménye, Magyarország export növekménye 87% az EU-ba ment, 8% egyéb európai országba, 1% a Kínába. Keleti nyitás, hurrá, hoppá. V4-ek Ázsiába irányuló exportja 2011 és 21 között Lengyelországban 69%-kal nőtt, nem vernek ekkora a fanfárokat mellé, egyszerűen csinálják. Szlovákia 45%-kal nőtt, Csehország 32%-kal nőtt, Magyarország 17%-kal nőtt mindössze ebben a 7 éves periódusban. A szlovákok nominálisan is előttünk ennek az Ázsiába irányuló exportban. Miről szól ez tehát az egész azon kívül, hogy itt... Nem, csináljuk. Csináljuk jól, de itt csak fanfárok csattognak, meg bokacsattogtatás van, és egyébként nem történik semmi. Csehország elérte, vagy eléri rövidesen, 91%-án áll, az EU átlagos fejlettségét GDP per főre vetítve. Magyarországon 4 régió van a top 20 legszegényebben, és Budapesten kívül nincs egyetlen másik régió sem, ami a 75%-ot elérni. Miről beszélünk? Mennyiben mond ez ellent annak, hogy Orbán elmegy Kínába? Minden országban voltak előrelépő régiók, Magyarországon egy sem. Ez egy nagyon leegyszerűsítő mondat most. Tehát, hogy most ezzel mit kezdjünk? Ezt most így ide raktad, és nagyon kedvelek, de most ezzel mit kezdjünk? Menjen el Kínába, tárgyaljon. Csak a számok is azt mutatják, és azt látjuk, hogy olyan nagy haszna, nagy eredmény nincs. Más számokat is megnézni. De menjen el, jó, tehát most ez elhangzott, hogy menjen el, de ez teljesen törvényszerű, hogy menjen el egy olyan eseményre, ahol rajta kívül nincsen az Európai Unióból vezető politikus, ahol Vlagyimir Putyinnal találkozik, aki persze egy igen fontos partner, de hát mégiscsak úgy tekintenek rá, mint háborús bűnösre sok helyütt. Tehát, hogy ez nem olyan szintű kikacsintása, mondjuk az EU-s vagy NATO. Ráadásul van itt egy másik nagy hazugság. Arról szólnak ugye a hírek, arról szólnak a nagy világmegfejtések, hogy pénzt nem kapunk Európából, vagy csak akkor kapunk pénzt, amellé politikai elvárások járnak, egyébként alapvető játékszabályok betartása jár ezzel együtt, de majd ad Kína, meg majd adnak az azeri, meg nem tudom milyen cimborák, és ők nem kérnek cserébe semmit. Na most néhány pont, Fudan Egyetem, ugye nem tudjuk, hogy lesz-e, nem lesz-e, azt tudjuk, hogy közpénz, milliárdok már elmentek rá, semmi nem látszik belőle, de cserébe nincs diákváros. Budapest-Belgrád vasútvonal az 1,4 milliárd forinttal drágább kilométerenként, mint a határ másik oldalán valami rejtélyes okból, pedig ugye Szerbiát sem gondolnám az átláthatóság, meg a tiszta gazdasági környezet egyik fellegvárának Európában, mégis olcsóban meg tudják csinálni. Plusz hát, hogyha nem tudom mikorra térül meg ez a beruházás, ugye még a kormányzati számítások szerint is nagyjából olyan időtávon térül meg, mint hogyha abba Sámú elkezdte volna építeni, és most mostanra térülne meg nagyjából ez a vasútvonal. Lélegeztetőgép biznisz, illegális kínai rendőrösök kőbányán. Mit tett volna ez a lélegeztetőgép? Nincsenek politikai elvárások? A lélegeztetőgépnél már álljunk meg egy percre. Ezt te most meg fogod védeni? Természetesen megvédem. Mit tudott volna csinálni a kormány, amikor nem volt a piacon sehol lélegeztetőgép, és azt jósolta a teljes ellenzék, ezért hogy itt mindenki azonnal meg fog halni perceken belül, hogyha a kormány nem zár le, a kormány nem csinálja ezt, a kormány nem csinálja azt. A kormány megtette, amit lehetett, szerzett lélegeztetőgépet, szerencsére nem volt ennyire szükség. Hát ezekre, ha lett volna, se tudtuk volna használni. De szerencsére a Momentum programjában már megismertem a parlamentben múlt héten, hogy Magyarországon nincs szükség se új munkahelyekre, se nincs szükség új beruházásokra, dehogy nem, erről beszélt a Momentumnak a frakcióvezetője, az Orbán Viktor felszólalására reagálva. Úgyhogy tényleg ezt szeretném hallani, hogy mit csináljon akkor a kormány. Én azért szeretek ebben a műsorban jönni, a végén, mint a szomszédokba. Mindenkinek van még egy jó mondata. Ilyeneket megtud az ember, hogy még a lélegeztetőgép buliba is az ellenzék volt a felhajtó erő. Köszönöm szépen. Bocsánat, ki a felelős annak, hogy használhatatlan lélegeztetőgépekre elköltöttek több, mint 10 milliárd forint? Nem használta bárki? Nem használta. Szakértői vélemények mondom arra. Használhatatlan lélegeztetőgépekre. Kényszerhelyzet volt. Nagyon sokba került, utólag tudjuk, hogy nem kellett volna, utólag mindenki okos, akkor életveszélyben volt az ország, és muszáj volt lépni. Ezek olyan balesetek, amit akkor soha nincsen felelőse, akkor meg kellett lépni. Soha nincs felelős ezeknek a döntéseknek.
Tehát amikor olyan cégektől, amelyektől veszik meg annyi pénzét, amennyit majd nem használják, vagy A választók kiállították erről a döntésüket, mivel ezt az álhíreket, amiket legyártott az ellenzék szakmányban napi szinten, tehát a vírusvédelem kapcsán. Akkor álhírek miatt darálták a bizonyítékait ennek a minisztériumban? Tehát megtörténhet egy ilyen, ez egy normális ország? Ezeket az álhíreket, akkor az ellenzéket bíztak meg a szándék jogos lehetett, vagy jogos volt, hogy itt valamit tenni kell, hiszen még egy ismeretlen helyzettel állt szemben a világ összes kormánya valóban. A megvalósítás az meg megint olyan fideszes lett, olyan unortodox, de hogy még ezért is az ellenzék a felelős. Valaki ezen keresett sok pénzt, igen. Na, hát nem gondoltam volna, hogy lélegeztetőgép lesz belőle, de hát ugye valahol ki kell lyukadni. Hogy legyen tanulság a műsornak, elmondanám, hogy Abba Sámuel 1044-ben halt meg. Köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva jövünk a csattal, és pénteken pedig csat.2-vel. Viszontlátásra!